Nálunk elég egyetlen hírszikra. Hogyha már itt mindenféle szemszögből megvizsgáltuk a koronavírust, illetve hát különböző területeket, amiket a koronavírus érint, akkor igazából a filmszakmát sem hagyhatjuk szó nélkül, hiszen azon belül is elég sok változást tud előidézni most ez a pandémia. A témával kapcsolatban Laska Pál filmszakértő a vendégem. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Kezdjük talán a legmarkánsabb részével az egész film szakmának, és ezek a forgatások, és hát ugye nem mehetünk el amellett, hogy erre a nyárra talán igen sok, vagy legalábbis nyárra őszre igen sok új filmnek a bemutatója esett, datálódott, és ezek most mind tolódnak a koronavírus miatt, vagy leginkább a forgatások is. Mennyire álltak le, vagy mennyire állnak le ilyenkor a filmek a forgatásával, mert megmondom őszintén, hogy én laikusként azt gondolnám, hogy ez egy olyan szegmens, ami megoldja magának, hogy tovább tudja folytatni a forgatásokat, tovább tudja vinni a filmeknek a készítését, de mégis azért azt hallani, hogy őket is igencsak megszorítja ez a helyzet. Igen, valóban. Gyakorlatilag így mindenhol, ahol ugye hollywoodi filmeket forgattak, illetve olyan kötődésük volt, ott mindenhol leállt a forgatás, és hát maga ugye a hollywoodi rendszerben benne van az, hogy úgy 10-15 évente mindig van egy kisebb leállás. Az elmúlt időszakban ez általában ugye a forgatókönyvíró sztrájkok miatt történt így, és tehát már van egyfajta gyakorlat, hogy az milyen, hogyha egyik pillanatról a másikra leállnak a ezek a gyárak gyakorlatilag, és azonban ez az idei év ez azért is különös, mert hogy ennek nem volt különösebb jele, gyakorlatilag egyik pillanatról a másikra szűntek meg a forgatási helyszínek, ugye Magyarország is érintett volt a stúdiók révén, gyakorlatilag 2 hét alatt minden forgatóprodukció eltűnt az országból, és hát magában Hollywoodban is ez meglehetősen hirtelen jött, és hát az látszik ugye a korábbi évek tapasztalataiból, hogy egy ilyen helyzetből viszonylag gyorsan vissza tud épülni a gyártás, hiszen megvannak a szakemberek, megvannak a stúdiók, gyakorlatilag fel kell venni a munkát, kvázi ott, ahol abba hagyták. A komolyabb probléma az a forgalmazás területén van. Ugye a filmgyártók, forgalmazók tavaszra, nyár elejére de nagyon sok film bemutatóját tervezték, és ezeket ugye kényszerűen el kellett halasztani. Hát a legújabb James Bond bemutatója szinte elsőként tolódott, de a Walt Disneynek ugye az élőszereplős Mulan filmjét, illetve a Warnernak a Wonder Woman 1984 című filmjét. Hát most a mostani állás szerint ugye ősszel láthatnánk, de hát még ugye minden bizonytalan, és még hát maguk a stúdiók se tudják, hogy ezekkel a nagy költségvetésű, sok pénzt igénylő filmekkel mi történjen. Na most mondod egy érdekes dolgot, és akkor in medias res belekérdezek ebbe, hogy például a külföldi helyszíneket, ez mennyire veti vissza mondjuk a jövőt nézve, hogyha konkretizálni akarnám, azért Magyarország is az utóbbi időben lett felkapott mondjuk forgatási helyszín, és Budapestet is azért az utóbbi időben lették csak el a hollywoodi filmek sztárok. Most ez visszaeshet, vagy kell arra számítani, hogy a jövőben azért sokkal óvatosabban fognak külső helyszínen forgatni? Hát mindenképpen számolni kell egyfajta visszaeséssel, még akkor is, hogyha nem amerikai helyszínről beszélünk, hiszen ugye különböző forgatókönyvek vannak arra vonatkozólag, hogy hogy fokozatosan vagy egyszerre épül majd vissza az egész forgatási rend, és hogyha fokozatosan, akkor feltételezhető az, hogy elsősorban amerikai helyszíneken, amerikai stúdiókban fog ez először megjelenni, hogyha egy szélesebb körű munkavállalás lesz majd elérhető, akkor már valószínű, hogy a külföldi produkciók is beindulnak. Nyilván ez anyagi kérdés is, hiszen ugye a stúdiók 100 millió dollárokat vesztenek ugye ezekkel a
azzal, hogy nem tudnak se forgatni, se forgalmazni. Úgyhogy, és nyilván, amikor majd ugye ezeket a korlátozásokat visszavonják, akkor próbálják ők is minél hamarabb visszatermelni ezeket a veszteségeket, akkor viszont fontos lesz, hogy hol lehet olcsóbban forgatni. Uh-huh. És ezért elképzelhető, hogy például az olyan külföldön is felkapott helyek, mint például Magyarország, előkelő helyen fog szerepelni. Hát, tehát még akár pozitívan is kijöhetünk belőle. De most az anyagi oldalát nézve, tekintve, az azért mondjuk egy hétköznapi nézőnek nyilván nem tiszte, hogy azzal foglalkozom, vagy azon gondolkozzon, hogy mit jelent az, hogyha mondjuk később tud egy bemutató, vagy egy film kerülni a mozikba. Ezt említette itt, hogy rengeteg pénzt vesztenek a stúdiók is ilyenkor például, nem tudom, ilyen biztosítási, vagy kártérítési dolgok előjönnek? Tehát van olyan, hogy ilyen krízis időszakra egy filmet bebiztosítanak, vagy ez most egy teljesen új keletű dolog? Általában ugye forgatáskor szoktak lenni, tehát biztosítók kötnek ilyen jellegű szerződéseket, és de ezek általában nem vonatkoznak az ilyen helyzetekre, amikor már gyakorlatilag csak a forgalmazási idő a kérdéses, hiszen ugye a stúdió saját maga dönti el, hogy mikor akarja bemutatni. Most ugye azonban ez egy külső kényszer, és hát olyat olvastam, hogy elképzelhető, hogy több filmnél azt az utat választják, hogy a különböző internetes szolgáltatókkal kötnek egy ilyen prémium szerződést, hogy esetleg emeltebb áron átveszik a filmet forgalmazásra, így a stúdiónak nem kell külön marketingköltséget fizetnie, hamarabb ugye a nézők elé jut maga a készfilm, és ugye az előfizetési díjakból még akár nullszaldóra, vagy egy ilyen szerény nyereségre is szert tehetnek. Ezt a lehetőséget is vizsgálják, és hát ugye gyakorlatilag most az a helyzet, hogy több nagy film gyakorlatilag dobozban áll, ugye a filmszínházakban nem lehet bemutatni, valamit viszont kezdeni kell, hiszen ugye egy olyan film, aminek a trükkjei, a technikai lehetőségei most kiválóan néznek ki, az elképzelhető, hogy fél év múlva, egy év múlva már sokkal rosszabbul néz ki, pontosan a technikai fejlődés miatt, hogy sokkal jobban megrajzolható, sokkal inkább épül ezekre a technikai trükkökre, és hát ahogy én olvasom, meg ahogy hallom, hogy teljes a bizonytalanság, és mindenki csak próbál valamiféle megoldást találni, de konkrét ilyen üdvözítő megoldást még senki nem talált. Ez az időszak mennyire tud hatni a mozikra, vagy mennyire tudja visszavetni a mozikat? Ugye ön is említette, hogy akár a hollywoodi stúdiók, vagy bármelyik stúdió, ha egy szerződést köt internetes szolgáltatókkal, akkor tulajdonképpen ezeknek a filmeknek a bemutatója, vagy maguk a filmeknek a forgalmazása az átkerülhet online terepre, és azért olvashatunk ilyen híreket is az elmúlt időszakban, hogy van olyan film, ami nem várja meg a karantén végét, hanem online bemutatót tart, és ott lesz a premier. Mennyire tudja ez veszélyeztetni idézőjelben a mozikat? Mindenképpen ez egy valós veszély, hiszen most világszerte több mint 1 milliárd ember ül gyakorlatilag otthon, és fogyaszt különböző tartalmakat, akár tévén, akár interneten keresztül, és mindenképpen ugye ezeknek a szolgáltató cégeknek megnő a szerepük. Ugye kérdés az, hogy mi lesz akkor, hogyha véget ér ez a kényszerű helyzet. Hát, ahogy olvastam, mindenképpen ugye a stúdiók szeretnék viszont látni a pénzt, amit már korábban befektettek a filmekbe, tehát elképzelhető, tehát egy nagyobb tömegre számítanak úgy hirtelen, amikor megnyílnak a mozitermek, és akkor lehet, hogy
áremelést is lesz például az amerikai piacon, hiszen úgyis az emberek egymással akarnak találkozni, úgyis bemennek a moziba. És ezek viszont a nagy költségvetésű filmek, amik ilyen közepes vagy kisebb költségvetésűek, nem nagyon akarja a stúdió ilyen nagy bemutatóval, nagy felhajtással bemutatni őket, akkor lehet, hogy ezek a kisebb filmek viszont átkerülnek a Netflix, HBO Go, Amazon Prime kínálatába, és azt mondja a gyártó cég, hogy hát gyakorlatilag a marketing költséget ők nem fizetik, ezt átolják a szolgáltatóra, és innentől kezdve a szolgáltató kínálatában lesz majd elérhető. Hát kíváncsiak leszünk, hogy hogy alakul át ez a piac is, vagy hogy át fog-e egyáltalán alakulni a koronavírusnak köszönhetően. Köszönöm szépen a beszélgetést Laska Pál filmszakértőnek. Én is köszönöm. Viszontlátásra.